Szevasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, nemrég értem haza a munkába, ugyanis tiszta festékes vagyok minden, nem csak a fülső most, hanem még az arcom is, egy kicsikét itt a szemem körül. Festékez? Látod? Hogy ma nem csináltunk mást, vagy nem mást, ma mást, nem nyilvás, csináltunk mást, Ma nem mást csináltunk, mint fújtuk azt a házat, amit a múltkor mutattam nektek a vasárnapi videóba, és mondtam nektek, hogy le fogom filmezni el is. A kamerát nem vittem el, de a telefonomat ugye elvittem, ugye mindig nálam van a telefon, és azzal próbáltam filmezni itt, ott, ugye, amit tudtam. Úgyhogy ezt fogom nektek most megmutatni, ameddig én nem megyek fürdeni, elkészülök, ugyanis ahogy látjátok, most értem haza. A feleségem és a Davis nincsenek itthon, is elmentek az iskolába a Lucas ugye felvenni. Jelenleg 3:43 van ott az iskola szemben, látod? Ott gyerekek ugye még nem jöttek ki, van 15 perc, az idő ilyen, ez szép. Nincs az a túl-túl nagyon meleg, de meleg van még, még mindig nagyon meleg. Nem annyira meleg van mondjuk, mint pár nap lezőző, az a nagyon-nagyon izzados, de meleg van. A megszokottnál szerintem még mindig melegebb. Most már február mi van? Február elsője, nem elsője, első hete van ugye. Hányadika van? Ötödike? Hatodika? Nem is tudom már hányadik van. És még mindig azért a megszokottnál még megáll az idő. Úgyhogy én most azt hiszem, hogy gyorsan iszok valamit, ugyanis képzeld el, elfogyaszt minden italommal. Általában mindig van egy vizem, van egy teám, van egy kólám, sokszor két vizem is van, és ma mind megittam. Kivéve egyet nem, egyet adtam apukámnak, ugyanis ő neki is elfogyott. Ugye fújtuk ezt a plafont, ugye. Aki nem tudná, hogy miről van az, ugye szombaton, vagy mikor, vasárnap mutattam nekik a videóban, vasárnapi volt, ugye? Vagy egy új házat kezdtünk el, ez egy vadonatúj ház. Aki nem látta azt a videót, akkor ugye megnézhet, és tudod, hogy miről beszélek, egy vadonatúj ház, és mondtam, hogy ki fogjuk fújni, és ilyet még nem mutattam, legalábbis nem hiszem. Tetőt mutattam, hogy fújtunk tetőt, de házat belülről, ugye a ceilinget sosem mutattam, hogy csináltunk még ilyet. Gondoltam, hogy ezt ugye ma levideóztam nektek, és rettentő, mintha havas lettem volna, de nem havas volt, hanem festékes. És ugye apukám fújta a ceilinget, ugye ezt a plafont, én meg mentem előtte, vagy mögötte, ugye ezzel a rollával, ezzel a hengeressel, és ugye vissza kell rollázni, hengerezni az egészet. Minden festék ide a szemembe folyt, a fejemre, mindenhol úgy néztem ki, mintha hó esett volna, kivéve ugye festék volt, fehér festék. Na mindegy, lemostam magamról nagyjából, úgyhogy most gyorsan be is ugrok én a zuhanyba, csak iszok egyet, ti meg addig nézzétek meg, legalábbis remélem, hogy sikerültek a felvételek, hogyha nem sikerültek a felvételek, akkor most bajba leszek. De ugye telefonnal vettem, és na mindegy, ma meglátjátok. Úgyhogy nézzétek meg addig, még én elmegyek és lezuhanyozok, aztán megyek én is gyorsan az iskolába, felveszem a feleségemet, a Lucas és a Davis, aztán jövünk hazafele. Lezuhanyoztam, itt lök az autóba, ahogy látjátok, remélem, hogy ez a mai munkás videó jól sikerült, és meg tudtam veletek osztani. Amúgy ilyenkor látod a szemem, tiszta fehér, még mindig belemegy ugye a festék, és próbálom kiszedni belőle elég nehezen a fülembe, a mindenfe, ki kell ugye rendesen tisztítani. Bár ahogy látom, elég sok helyen kicsit kihagytam a fel, ugye a szememnél, hogyha jól látom. Itt a kamerában annyira ugye nem lehet rendes látni, mert pici a kijelzője, de majd otthon átnézem magamat a tükörbe rendesen. Amúgy nem máshol vagyok, mint itt az autóban a Davis-tel. A Davis jelenleg vezet. Elég könnyen megy most a kormány, ugyanis be van indítva az autó, hogy menjen a légkondi, mert elég meleg van itt kint a napon, ugye. A feleségem, a Lucas pedig nem máshol vannak, mint itt bent.
mármint nem ebbe az autóba, hanem az autó mögött, ugyanis az orvoshoz kellett ma visszajönni, amit elfelejtettem mondani. Én tudtam, nem felejtettem el, csak nem mondtam a videó elején, hogy ide kell jönni. Na minden. Úgyhogy oda ők most bementek, és jelenleg rájuk várunk, aztán gyorsan megyünk haza, megebédelünk, aztán a szokásos, hogy ma délután mit csinálunk, még nem tudom, biztos, hogy tanulunk ugye meg a szokásos dolgok. Ó, mit mondtál? A Davison mindig vezet, én megközben nem más teszek, mint ilyen chipset, ezt a sós chipset, ugyanis kezdek éhes lenni. Ilyen nem ebédeltem. Általában, hogy hazamegyek, mindjárt ebédelünk, de ugye most, mivel be kell jönni az orvos, ez egy kicsit később fogunk hazaérni. Azt, amit elfelejtettem magammal hozni, képzeld el, vizet. Találtam itt az autóba vizet, nem itt ott hátul, de ilyen meleg vizet bemaradt az autóba véletlenül, és egy kicsit megmelegedett egész nap, ugye kínált az autó a napon, ugye mikor dolgoztam. Úgyhogy vagy meleg vizet iszok, vagy semmilyen vizet is várok, bár erre a sós chipsre most egy kicsit kellene inni. Na, buli van nálunk! De vissza a zenét hallgatunk, még mindig itt várunk most már kb. Egy fél órája. Ja, jó a zene, mi? Buli van a kocsiba! De visz, mit csinálsz? Jártasz a hangerővel? DJ lesz belőled? Vagy mi? Hm? DJ leszel? Dü-dü! Ja, ez nagyon vicces. Hozzáérkeztünk, képzeld el, csak nem felejtettem az autóba a kamerát, azért jöttem most le. Amúgy itt állok kint, látod, itt a házunktól nem olyan messze. Úgyhogy gondoltam, ugye is felmentem, mert megebédeltünk, a Lucas neki állt tanulni, és kerestem a kamerát, nem volt sehol, úgyhogy gondoltam, behagytam az autóba. Ugye visszalejöttem, gondoltam, hogy ki is takarítom most egyet az autóra, és rettentő sok ilyen mindenféle kacat van itt. Tehát van itt nem például, mutatom, kábel, látod, ilyen telefontöltős kábel, aztán van itt üres üveg. Aztán van itten telüveg, ugye mondtam, ott van valahol a hátsó ülésen, van itten könyv a Davisnek, meg egy pár játék, amit nem is használ végül is. Úgyhogy aztán egy kicsit kitakarítom az autót, meg ki is dobálom a szemetet, aztán majd felmegyünk, és nem tudom, mit csinálunk amúgy. Most sehol nem fogunk elmenni, a Lucas éppen tanul a feleségemmel, a Davis nézi a kedvenc meséjét, én meg csak semmit tettem, úgyhogy gondoltam azért, nem csak a kameráira jövök le, de egyáltalán meg ki is takarítom az autót. Kitakarítottam, képzeld el, kivettem mindenféle fajta dolgot, annyi szemetet találtam, mutatom, mit találtam. Például egy szatyor, ez a szatyor tele van szeméttel. Várjál, hova tettem? Mutatom. Például ez, látod, egy szemüveg. És tudod, milyen érdekes ez a szemüveg? Ugye felteszed, és belerakod az egyik végét a tejbe, vagy a kólába, vagy éppen amiben akarod, ugye, és a másik végét meg a szádba, és tudod szívószálazni, és körbe megy itt a fejeden, meg mindenhol a víz, vagy éppen amit akarsz inni, hogy honnét került ez bele, én nem is emlékszem. Biztos, hogy a Lucas valahonnét kapta, vagy vettük, vagy én nem tudom, de komolyan mondom, nem emlékszek rá, hogy ez hogyan került be az autóba. Aztán ezen kívül például van hányás zacskunk, amit a, nem is az orvosnál kapott a Lucas, ugyanis volt egyszer pár évvel ezelőtt, ugye az autó most már egy jó pár éves, volt, hogy elmentünk az orvoshoz, mert a Lucasra rájött a hányás, és kapott egy ilyen zacskót, hogy hát hányni kell, és annak idején tudom, hogy beleraktuk ide az autóba, mert mikor jöttünk haza, meg vagy valóban el kellett menni egy napig, vagy kettő, ugye hát ha rájön is velünk jött a Lucas, akkor abban be tud hányni. Na minden, ugye az se kell. Komolyan mondom, az is egy ilyen két éves, biztos, hogy volt már. Itt bent volt, ott bent, látod? Aztán találtam CD-t, találtam USB-en kártyát, mindenféle fajta jó dolgot, míg azokat nem dobálom persze, hogy ki ezt ki, de van, mert nem kell. És van rajta, Tomi, van rajta? Nem rágógumi, hanem ez a kék ragasztó, ami múltkor mondtátok nekem, hogy lekakilta a madár az ablakot itt elől. Nem az van rajta, mutatom, mi van rajta. Ez hol van? Itt van, látod? Ez nem madárkaki, hanem ez a izé, az a rágógumi is ragasztó, oda volt felragasztva ez a csipogom, hogy hát megyek az alagúton, vagy a hidon, akkor ugye az vonja le a pénzt, és leesett, ezzel ragasztottam oda. Múltkor már leszettem ezt a ragasztót, tehát szép tiszta volt, aztán múltkor mentünk Brisbane-be, fel kellett ragasztanom, és azóta meg nem tudtam leszedni, úgyhogy most majd megint le kell max kaparnom. Na minden? Ezeket én kidobom. Azt hiszem, arrébb állunk, valahol le a ház alá, valószínű, és kidobom a cuccot a szemétbe. Leálltam, nem máshova, mint látod, ilyen le a garázsba. Úgyhogy most ilyen szép felett helyen van az autó. Én azt hiszem, hogy mindent kiszedtem az autóból, átnéztem, kicsit itt megpucolgattam. Remélem, hogy minden rendben lesz. Felérkeztem! Hoppá, közben a Davis, a Lucas megtanult, a Davis az mesét néz. Még nem
nézi a mesét, ez már nem az a mese, még nem egyfolytában mesét nézi, mert közben feljöttem, aztán itt játszott, nem is játszottunk, így futottunk össze-vissza, megnézte, hogy mi egy pár dolgot itt hoztam fel az autóból. Ó, mi helyzet? Közben itt van Lucas, és mi helyzet? Megtanultál? Ja. Mindent megtanultál? Ja. Jaj, ne nyugálj a kameráért. Látom, mindig az iskolás ruhádban vagy. Aztán, többen kérdezték, hova mész? Ez hozzászól ez a kérdés, várjál, elment. Az iskolát kérdezték, mi lesz az iskolával? Ide szeretnél visszamenni, vagy a régi iskolába? Itt. Ebbe az új iskolába. Mit mondtam neked annak idején, hogy mikor ide költöztünk? Hogy majd meg fogja szokni a Lucas, és a végén majd vissza is akar menni a régi iskolába. Annak idején mit mondtál? Nem! Nem, ő mindenképp visszamegy a régi iskolába, ott vannak a barátaim. Mutam 3 évnek, én csak mutam 1 évnek. Még 1 évet sem voltál itt, nem sokára 1 évet. Nem is 1 év. Ja, te is itt vagy. Nem mentem, mi van ott? Még nem. Most lesz meg 1 éve. Ja, április, amikor ide költöztünk. Aztán a múltkor mondtam, hogy vettünk ilyen szúnyogriasztót, ugye, mert sok szúnyog itt bejön meg bogár éjszakánként, és ide mutatom. Bedugtam, látod, most be is kapcsolom, ugyanis napközben ki van kapcsolva. Ilyenkor ilyen 6 óra körül bekapcsoljuk, és képzeld el, ez elmúlt mennyi? 2 napban? Ugye vasárnap vettük, és működik! Tehát azóta nem harapott meg minket szúnyog, legalábbis engem biztos, hogy nem. Se bogár, se szúnyog, úgyhogy én azt hiszem, hogy működik. Legalábbis nem haraptak meg minket szúnyog, úgyhogy ennek nagyon örülök. Amúgy mondtátok többen, hogy vannak ilyen lámpafélék, ilyen kék lámpák, vagy valamit, hogy be kell ugye dugni. Azt hiszem, itt egy szemöldök, vagy szempilla a szemem előtt. Na, kiment. Ott a boltban nem voltak. Mondták, hogy lehet, hogy ilyen kempinges boltban vannak, úgyhogy ha ez nem fog működni, most úgy néz ki, hogy működik, akkor lehet, hogy elmegyek egy ilyen kempinges boltba, aztán megnézem. Amikor ott már láttam, hogy be kell dugni, de én azt hittem, hogy az ilyen csak külső, tehát hogy külsőre bedugod, oda megy hozzá a bogár, és így megrázol, vagy valami, aztán megha, de majd megpróbálkozunk vele. De ahogy mondom, egyelőre még működik. Te, timeline-tot meg nem nyomogatjuk. Adod ide, te, adod ide. Lement a nap, képzeld el, a Davis épp, hogy csak megfürdött, és most megy aludni, csak még megissza az üvegét, ugye? Még meg fogunk vacsorázni, a Lucas most fürdik, a feleségem készülődik, amúgy meleg van megint, képzeld el. Estére megjött egy kicsit ez az izzadós idő, általában is vettem a fölsömet, mert meleg van. A szúnyogok még amúgy mindig nem jönnek be. Kint bár besötétedett, úgyhogy most már lámpájákkal ugye szoktak bejönni, de még mindig dolgozik ez a szúnyogriasztó. Ugye ezt a mai videót itt most mi azt hiszem, hogy lassan befejezzük, mi is elmenjünk aludni, legalábbis a Davis biztosan. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!